Köszöntöm Önöket a Duális Percek mai adásában. Ma két témánk lesz, az első 20 percben pályaorientációról fogunk beszélgetni, majd ezt követően adózásról, elszámolással kapcsolatos kérdésekről. Köszöntöm vendégeinket, Deák Márk Szilviát szeretném bemutatni a Danubiustól, aki tanulófelelősként dolgozik a Danubius Hotelsnél, és kollégáját, Csizma András Séfurat, szintén a Danubius, ezen belül Margit-sziget, és nem utolsó sorban kolléganőmet, Gyarmati Veronikát, pályaorientációs tanácsadót. Nekem a mai beszélgetésből a legizgalmasabb az, hogy az kiderüljön itt majd számunkra, illetve a nézőink számára, hogy miért éri meg egy cégnek, egy duális képzőhelynek pályaorientációval foglalkozni, ebbe energiát fektetni. De mielőtt erre rátérnénk és választ kapnánk, ez lesz majd a kicsúcsosodása, a katarzisa a mai beszélgetésünknek. Vera, kérlek, hogy vezest fel, hogy miért Szilviával és Andrással beszélgetünk most itt. Ugye a pályaorientáció az egy nagyon régóta felismert fontos folyamat. Régebben ez úgy nézett ki, hogy 8. osztályokhoz kiment egy szakember, aki mesélt a saját szakmájáról, és akkor azután remélhetőleg érdeklődtek a diákok. De mi itt a BKIK pályaorientációs csapataként azt tapasztaltuk, hogy elég nagy a káosz a felsősök fejében, nem tudják, hogy a szakmák micsodák, tehát nem is igazán ismerik fel, hogy milyen irányba kellene érdeklődniük. Ezért már egy éve megújítottuk a pályaorientációs tanácsadási, illetve foglalkozási rendszerünket. Ennek 3 alap pillére van. Az első az, hogy már 5-től 12. osztályig pályaorientálunk, hogy azt tapasztaltuk, hogy sokkal hasznosabb kivinni valós környezetbe a szakmákat, megismerni a gyerekeket. Tehát, hogyha céglátogatásokat, tanműhelylátogatásokat szervezünk, emellett van azért némi osztálytermi foglalkozás is, illetve, hogy ezek a foglalkozások, amikor a gyerek részt vesz valamilyen foglalkozáson, akkor azok minél inkább élmény alapú és interaktívak legyenek, tehát hogy kézzel foghatóan kipróbálhassa, megszagolhassa, valami kis terméket készítsen magának. És ebben volt a Danubius Hotels csapata már az első pillanattól abszolút partnerünk. Ugye Szilvi HRS tanulófelelősként fogja össze az összes jelentkezésünket, már jelenleg 8 hotelükben van folyamatosan működő pályaorientációs foglalkozás. András pedig a Zenszana termel Margit-sziget séfjeként van, hogy 3 órán keresztül vezeti a kis csoportjainkat, és mutatja be a saját területének szépségeit, meg kihívásait. Úgyhogy én át is adnám nektek a szót, hogy ti mondjátok el, hogy ti miért láttatok ebben fantáziát. Köszönjük. Hát mi a kicsit már így előre szaladunk a toborzással, mi a toborzást segítjük ezzel az akciónkkal. Egyrészt ugye toborzunk diákokat duális képzésbe, illetőleg nyilván toborzunk munkavállalókat is, úgyhogy minél hamarabb elkezdjük a diákokat, meg a gyerekeket ebbe az irányba terelni, annál több gyerekünk és majd a munkavállalónk lesz. Ez mérhető egyébként? Hány éve foglalkoztattak tanulat? Úgy tudom, hogy a régi OKS rendszerbe is foglaltatok már tanulókat. Régen. Mérhető ez számokban? Kifejezhető egyébként, hogy a tanulóknak hány százaléka maradott a szállodában, vagy esetleg visszajön a későbbiekben, igen, elkötelezetté válik a cég irányába? Igen, mérhető. Hát tavaly megközelítőleg 200 tanulónk volt Danubius szinten. 93-an végeztek, és 43-nak tettünk ajánlatot. De az is számít. Azért ez egy szép szám. Igen, de térjünk rá a pályaorientációra. Hogy néz ki nálatok egy ilyen pályaorientációs foglalkozás, találkozó nap? Én vezetem körbe a csapatokat, amikor engem ezzel megkerestek, akkor én egy picit magaménak éreztem. Úgy gondolom, hogy át tudok adni olyan szakmaiságot ott a tanulóknak, akik jönnek, hogy esetleg ráéreznek arra, hogy milyen ez a szakma. Nem árulunk zsákba macskát egyébként, tehát elmondom a hátrányokat, előnyöket, kicsit az árnyoldalakat, a szépségeket, és akkor szerintem ők majd így, amikor befejezik az iskolájukat, akkor könnyedében tudnak dönteni, és egy valós képet kapnak arról, hogy mi történik egy konyhán, hiszen amikor megjönnek, akkor egy picit körbevezetjük őket a ház körül, mesélünk egy picit a házainkról, beszélünk egy kicsit magáról a cégünkről, a cégismeretet tartunk, és utána pedig bemegyünk a sűrűjébe a dolgoknak, körbevezetünk őket a konyhán,
megmutatjuk, hogy milyen nyersanyagokkal, milyen edényekkel dolgozunk, ott látom, hogy csillognak a szemek, hogy micsoda mennyiségeket főzünk, milyen nagy fakanalunk van, ott egy kicsit izgalmas ez a dolog. Ott mindig van egy kis interakció, egy kis fűszerismeret, egy kis felszolgálási gyakorlat, aztán megnézzük az éttermet, akkor utána megnézzük, hogy milyen egyéb kiszolgáló egysége van a háznak, lemegyünk az alaksorokba, ott vannak a housekeepingerek, meg a stewarding raktárak, akkor abban is egy kicsit betekintést nyernek. És hát a legvége, ami a legizgalmasabb számukra, szerintem az a cukrászda, ott állunk meg, és akkor ott egy picike kis süteménnyel kedveskedünk, és akkor ott lehet egy ilyen kérdezfelelek így a végén, körbeálljuk a süteményes asztalt, és akkor elmondhatják, hogy hogy érezték magukat, van esetleg valami kérdés. Ott mindig megkérdezem, hogy van, aki gondolkodik abban esetleg, hogy akkor most így a szálloda felé veszi az irányt, és akkor egy-két ember azért úgy látom, hogy sikerül úgy elkapni, vagy fölvillanozni az érdeklődését így a szakma iránt. És akkor ezzel tulajdonképpen az egész ágazatot lefedített, tehát minden szakmába egy picit betekintést nyer, ilyenkor hozzá is nyúlhat dolgokhoz, tehát ő csinálhat is valamit? A gyakorlati része is? A gyakorlati része így kifejezetten nincsen, volt már egyszer olyan, hogy szavitahajtogatást tartottak a felszolgálók. Ugye azért a szálloda területe egy nagyon nagy terület, tehát ott rengeteg iroda, sales, marketing, minden egyéb, áruátvétel, árubeszerzés. Nagyon sok idő kéne, hogy ezt a teljes képet bemutassuk, de azért megpróbáljuk viszont, hogy az 50%-a, hogy sikerül is, illetve úgy szoktuk csinálni, hogy viszont a nagy létszámú csoportok jönnek, és akkor a gyógyászatot meg az F&B területét külön szedjük. Egy csoport elmegy a gyógyászatra, azt mutatják meg, a másik területen elmegyünk az F&B munkacsoportra, és akkor utána cserél a két csapat. Szóval azt gondolom, hogy egy ilyen 3 óra alatt egy elég széles képet kapnak arról, hogy mi folyik egy szállodában. Csak hány főt visztek egyébként? Hát ugye egy alkalomra olyan 40 fő szokott 45 a teteje lenni, hát ez van olyan, hogy két osztály, van olyan, hogy mondjuk egy 35 fős osztály, de ugye azt akartam még hozzáfűzni itt a korábbiakhoz, hogy ugye úgy beszéltük meg Szilviekkel, hogy minden szálloda kiválaszt két területet, mert hogy például gyógyászat van a termálban, de mondjuk nincs az Asztóriában, és akkor ott más területeket mutatnak meg, tehát ott például a housekeeping, az egyik és a konyha a másik, és hogy valóban az már nagyon nagy élmény a gyerekeknek, hogy akkor megtanul mondjuk rendesen ágyazni, vagy például amivel folyton jönnek a törülköző hattyú hajtogatása, tehát ez is egy izgalmas kihívás számukra, tehát hogy amit a szakemberek nem is feltétlenül gondolnak, hogy most ez de érdekes, például az édeskömményt azt sose szokták felismerni, amikor az András mutogatja, pedig még jutalmat is kapnak érte, tehát hogy valami olyan élményszerű dolgot kapjon az adott területről, de például a termálban a gyógyászati részlegen és ott ugye a gyógyi szappal bekenik magukat, és akkor kipróbálhatják rögtön a hatását, nyilván így kézen meg arcon. Tehát, hogy élményeket adjunk, és erre nagyon nyitottak tényleg a partner cégeink. Az meg egy külön érdekes izgalom, hogy ugye mi tanárok vagyunk, tehát mi megszoktuk, hogy mondjuk egy csapat ötödikes milyen, de hát nem minden szakember találkozik úgy a mindennapokban, vagy akár egy hotelban ekkora korosztállyal, és azért az is élményszerű szokott lenni, amikor egy ötödikes osztály ott így megjelenik András konyháján. Tehát akkor kb. 40 fő 3 órán keresztül, és hány kollégát igényel ez ennek a csapatnak a mozgatása, bevezetése a rejtelmekbe? Egyáltalán könnyű kollégát találni rá, szívesen vesznek részt ebben a pályorientációs tevékenységben a kollégák, vagy nem? Nem, szívesen vesznek részt. Tényleg csak a szállodai foglaltságok azok, amik befolyásolják ennek a részvételnek az aktivitását, úgyhogy abszolút szívesen vesznek részt, akár a housekeeping, akár a konyha, akár bármelyik részleg. Úgyhogy igazándiból könnyű rá embert találni. Ami a létszámot illeti, hát András egy, még plusz egy emberrel szoktál menni. Hát igen, hogyha van egy olyan időpontunk, ami nem megfelelő nekem, akkor a srácokat felelős, akik jelenleg és a szigeten dolgoznak, a tanuló felelős, és akkor ő veszi át. És a gyógyászaton is általában egy főt szokott, meg mondjuk egy valaki szokott menni velük kísérni, tehát hogy nem feltétlenül nagy létszámra van szükség. Mert azért elég érdekesek a programok, és azért így le vannak kötve a gyerekek, úgyhogy nem kell őket fegyelmezni. Meg a saját tanárjuk nyilván ott van. Igen, az fontos, az már valóban egy mérce, hogy nem kell őket fegyelmezni. És akkor András, te ebben gyakran részt veszel,
Szívesen veszel, mindig részt veszel. Majdnem mindig. Egy-két alkalom volt, amit kihagytam a foglalkozások alatt. Ez vagy nekem is valami olyan családi program volt, vagy szabadság, és azért nem tudtam rajta részt venni. Egy nagyon jó dolog egyébként, kiszakít a mindennapokból, úgyhogy én kifejezetten élvezem. Kérdezni, hogy te kapsz is ebből valamit, vagy hogy viszonyulsz hozzá, van esetleg olyan élményed, amit szívesen megosztasz? Én nagyon sokat kapok ebből, de talán azért mondtam, hogy kiszakít így a mindennapokból, tehát általánosságban most a netó 6 órát ülő gép előtt, egy pár órát pedig a konyhán töltök, és azért nyilván ez egy pici monotonitás azért mindenféleképpen, hiába rugalmas, meg sokszínű ez a szakma, de olyan jó dolog, hogy jönnek, és akkor körbe lehet őket vezetni egy kicsit nem azt csinálom, mint a mindennapokban, és ugye ezek a tárlatvezetések egy hónapban kétszer vannak, tehát abszolút nem megterhelő ez a 3 óra. Milyenek a visszajelzések tanulók részéről, illetve van-e olyan diákotok, aki esetlegesen, nem tudom mióta vagytok benne a pályántációban, aki nálatok általános iskolás korában járt, és azóta bekerült hozzátok tanulóként, és ott van jelen? Hát visszajelzésekkel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ugye ezt az új programot mi egy éve indítottuk, és már az tök jó visszajelzés volt, hogy már tavasszal meg nyár elején jelentkeztek osztályfőnökök, és már lefoglaltak időpontokat a hotelnél, hogy az osztályát jövőre mindenképpen szeretné hozni, vagy a párhuzamos ófő volt, és akkor a másik kollega szeretné elhozni az osztályát. Tehát a hotel tényleg az egyik legnépszerűbb programunk, és pont azért, mert hogy ennyire elkötelezetten vezetik ezt a szakemberek, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog, de még folyamatosan várjuk a jelentkezéseket, tehát a pályaorientáció@bkik.hu-ra lehet jelentkezni, ha bármilyen osztály szeretne még érkezni, és akkor a ti részleteket mondjátok. Én annyit tudok mondani ezzel kapcsolatban, hogy volt egy srác az egyik pályaorientáción, ez egy idősebb csapat volt egyébként, és hogy nem kiderült, hogy ugyanaz a gyógytornészhoz járunk, a fiataloknak a gerincperdülése, nekem is van a gerincbántal, amit ott szoktam érni, és ő pont úgy szervezte a srác, annyira szimpatikus voltam neki, hogy direkt úgy szervezte az egyik időpontját, hogy találkozhassunk még utána a civilbe is, úgyhogy volt, amikor váltottuk egymást a gyógytornásznál, akkor egy 10 perces kis beszélgetésünk még utána. Ez egy jó visszajelzés arra, hogy talán jó úton haladunk és jó dolgot csinálunk. Én úgy látom egyébként, hogy minden túra végén azért úgy csillogó szemek és elégedett arcok. Persze azért a 3 óra után azért lefáradnak a gyerekek, tehát szomjasak viselünk el, és már azért úgy látom, hogy leülnének egy picit, de összegzésben meg a visszajelzések, amiket írásba kaptunk, azok nagyon pozitívak. Úgyhogy szerintem van értelme. Van ennek valami költsége, költségvonzata egy ilyen napnak? Vagy mondhatjuk, hogy ez lényegében egy 0 forintos program a szálloda részéről, pusztán a termelésből való kiesés, amit viszont adott esetben lehet, hogy munkaszervezéssel meg lehet oldani? Meg bőven lehet oldani. Hát pontosan azért szoktunk előtte egyeztetni, nincs csapatokra, tehát hogy a BKK, illetve a Szilvi is megnézzük, hogy milyen időpontok vannak, és azért van bizony egy olyan időpont, amikor az nekünk nem megfelelő, mert akkor a konyha leterheltsége, akkor nyilván egy másik szálloda veszi, tehát több szálloda van a programban, tehát úgy próbáljuk alakítani, hogy azért mindenkinek jó legyen. Ezt azért úgy kell elképzelni nagyjából, hogy itt azért nem áll meg az élet attól, mert megjelenik 25 darab ötödikes, tehát hogy itt teljesen élesben zajlanak a folyamatok. Nyilván, amikor vendégtérben vagyunk, akkor ugye figyelünk arra, hogy azért a diákok ne zavarják a vendégeknek a pihenését, de hogy nekem például nagyon izgi látni, de a gyerekek is abszolút ezt mondják, hogy milyen egy nagy konyhának a működése, meg például ugye az Andrásék úgy alakították ki ezt a rendszert, hogy az áruútjával kezdenek, tehát hatalmas raktáraik vannak, ilyen nem tudom, 10 literes nutellás üvegeket mutogatnak a gyerekeknek, tehát hogy ez olyan élmény, amit máshol nem kapnak meg, és a másik, amit mi meg nagyon szeretünk, és ez rendszeres visszajelzés az ofőktől, hogy az, hogy egy környezet, egy szakma milyen helyen zajlik, hogy nem csak az, hogy te, mint majd valamilyen mesterségnek a tudója, mit fogsz csinálni, hanem hogy milyen a kollégákkal a viszonyod, milyen az egész munkahelynek a környezete, az nagyon könnyen el tudja varázsolni a gyerekeket. Tehát 8-os ők már jöttek azzal, hogy eddig kérdéseik voltak a gyerekeknek, de hogy egy-kettő már tudja, hogy na hát akkor ő tuti szakács, vagy tuti cukrász, vagy valami más terület, ahova éppen visszük őket. Igen, és ugye valóban fontos, hogy valós környezetben találkozik a tanuló szakmával. Ugye más területeken küzdenek a tanulókért, a vendéglátásra ez pont nem igaz. Itt ugye nagyon sokan jelentkező általában erről számolnak be az iskolák, túl jelentkezés van. Viszont ugye azt gondolnák, hogy ez egy ismert szakma,
csak ugye itt viszont talán nem egy reális kép van a tanulók fejében abból, amit látnak a tévéből a celeb séfektől adott esetben. Tehát ti egy picit ezt tudjátok akkor árnyalni, illetve bemutatni minden oldalát, a valós oldalát ennek a szakmának. Ha jól tudom, akkor ezen kívül, hogy részt vesztek pályorientációval ebben a programban, még más pályorientációs tevékenységeitek is vannak. Gondolok itt most konkrétan a szakmáz rendezvényre, ahol szintén megjelentek. Igen, tervezzük most ebben az évben, úgyhogy ott leszünk. Igen, tehát ugye többféle lehetőség van egy cégnek, ebből csak erre akartam kiukadni. Ugye vagy fogadtanulókat ilyen esetben ugye hozzánk a BKIK-hoz is fordulhat Verájékhoz, az előbb említett e-mail címre. Ha a tanuló foglalkoztatást tovább szeretné segíteni, akkor még különböző rendezvényeken is meg lehet jelenni, ahol szintén, vagy akár az iskolákkal direktbe felvenni a kapcsolatot. Én örülök ennek a kis beszélgetésünknek, és én bízom abban, hogy azt azért sikerült láttatnunk, hogy ez egy jó dolog. Mosolygósan jöttetek, és olyan mosolygósan is mentek. És hát még van ebbe azért lehetőség, és ami fontos, hogy amit elmondtál, hogy ez neked is adhat pluszt, adhat élményt, amikor a fiatalokkal találkozol, és ez a generáció majd megjelenik a konyhádon, az meg kiváltképpen akkor jó lesz. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük. És akkor további sok sikert kívánok nektek a pályorientáció területén is. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm.